keresztet vetettek a Tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskola diákjai még 2017 végén, mielőtt leültek reggelizni. A gyerekek ekkor még jó ízűen ettek, nem sejthették, hogy alig másfél évvel később eljön az iskolájuk utolsó tanéve. A több mint 20 éve egyházi fenntartásban működő Szent Mór bezárásáról néhány napja rendkívüli szülői értekezleten tájékoztatták a szülőket és a diákokat. A döntés mindenkit váratlanul ért, mert a fenntartó a Pécsi Egyházmegye 2016-ban még az egykori Sztárai Gimnázium fenntartását is átvette. Akkor arról szóltak a tervek, hogy még egy óvodát is szeretne működtetni Tolnán az egyház. Évek hosszú sora óta próbáltuk megkeresni ennek az intézménynek a helyét és szerepét, amit a közoktatási, az egyházmegyei közoktatási stratégiában szántunk neki, és hát sajnálatos módon, a legnagyobb sajnálatunkra ezt nem sikerült megtalálni, ezt a helyet ennek az intézménynek, olyannyira, hogy egyre inkább a tanulók elmentek az intézményből. Az iskola valóban kis létszámmal működik, 8 évfolyamban mindössze 85 diák jár. Ők az idei tanévet még itt fejezhetik be, az pedig, hogy a következőt hol kezdhetik meg, a kormányhivatal jelöli majd ki. De hogy az itt dolgozó pedagógusoknak és a két technikai dolgozónak hol lesz munkája, egyelőre nem lehet tudni. A tanárok közül 9-en óraadóként vagy nyugdíjasként dolgoztak, a többieknek a tanév végén új munkahelyet kell keresniük. A jogszabály szerint fogjuk a felmondását elindítani. A jogszabályok szerint nyilván végkielégítése, illetve felmentési idővel fogjuk ezt a munkaviszont megszüntetni, de hát természetesen a tanév végén. Az iskola épülete tehát az idei tanév végén kiürül. Az egyházmegye nem tervezi azt eladni, az ingatlannal kapcsolatos további terveikről viszont még nem árultak el semmit.